Elemzők szerint Magyar Péter felbukkanása leginkább a baloldalnak jelenthet problémát, és onnan vehet el szavazókat. A Demokratikus Koalíció a vasárnapi kampányitón arról igyekezett meggyőzni híveit, hogy egyedül ők az igazi baloldal. A rendezvényen egyébként Karácsony Gergely is Gyurcsány Ferencékkel ünnepelt. Elemzéssel kezdjük tehát a ma reggel. Stefán Zoltán folytatja vendégével. Köszönöm szépen, Ferenc. Jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, aki az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Szikra Levente. Jó reggelt kívánok. A Demokratikus Koalíció centralizálásba kezdett, emögött elemzői konszenzus van, hiszen az MSZP-vel és a Párbeszéddel közösen indulnak a listán, sőt ez az együttműködés már a 26-os választásig is kitart, illetve hát arra is kihat, és Magyar Péter is a centrumot próbálja megszólítani. Hogyan hathat ez a rivalizálás az ellenzéki oldal erőviszonyaira? Valóban nagyon régóta, évek óta látjuk már azt a jelenséget, hogy Gyurcsány Ferenc fokozatosan lépésről lépésre egyre inkább a saját vezetése uralma alá hajtja a baloldalt, és ugye már 2022-ben az ellenzéki összefogás során is azért az ő szava elég jelentős és döntő volt, és azóta meg ugye folyamatosan csábítja át más pártokból a politikusokat, folyamatosan próbálja a DK köré szervezni a teljes baloldalt, és ezzel szemben jött létre tulajdonképpen most egy olyan politikai alternatív vagy ajánlat, ami azért még egyelőre nagyon nehezen behatárolható, nagyon nehezen felmérhető, hogy egyáltalán mekkora erővel áll szemben, de hogyha megnézzük azt a politikai ajánlatot, amit Magyar Péter megfogalmaz, akkor ez egy kifejezetten ellenzéki és program irányát tekintve inkább baloldali liberális politikai alternatíva, és ebből adódóan nyilvánvalóan azoknak a szavazóknak lehet inkább szimpatikus, akik ma is ellenzékiek vagy baloldalra, liberális pártokra szavaznak. Ugye Magyar Péter saját magáról is elmondta néhány nappal ezelőtt, hogy ő liberálisnak tekinti magát. Tehát ezeket a jelenségeket láthatjuk, és hogyha még ehhez egy szempontot hozzátehetek, ugye akiknek igazán nagyon veszélyes ez a helyzet, azok a pártok, akik most nem részei ennek az új Gyurcsány vezette közös listának, ugye a DK, az MSZP és a Párbeszéd, és nyilván köztük Karácsony Gergely, aki régóta szeretné azt állítani magára, hogy nem Gyurcsány embere, de hát éppen azt látjuk, hogy ez azért eléggé megkérdőjelezhetően megkérdőjelezhető ez az állítás. Tehát, hogy vannak azért olyan ellenzéki pártok, amik viszont nem részei ennek a projektnek, és nem részei a Magyar Péter vezette projektnek sem. Az ő helyzetük az nagyon kérdőjeles, és gondolok itt elsősorban a Momentumra. Beszéljünk akkor a Demokratikus Koalícióról és a reakciókról, hiszen a vasárnapi eseményen is Dobrev Klára úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter jobboldali ember, aki a Die Presse interjúja alapján felnéz Orbán Viktorra, és a DK-hoz köthető nyugati fény hasábjait, hogyha az ember áttekinti, akkor azt látja, hogy szinte naponta születnek olyan cikkek, amelyek Magyar Péter szerepvállalását próbálják meg csökkenteni, illetve Magyar Pétert próbálják meg a Fidesszel párhuzamba állítani. Ez az erős reakció, ez mire utal? Azt gondolom, hogy ugye nagyon sokat szoktunk beszélni a bizonyos tortáról, amit szeletelgetnek, és ez a torta már mondjuk úgy, hogy inkább morzsákra oszlik, hiszen hogyha annyiszer szeletelünk egy tortát, akkor már nem nagyon marad egyben, de a lényege az egésznek az az, hogy ugyanannyi torta szelet áll rendelkezésre az ellenzék számára, tehát továbbra sem sikerül azt a célt elérniük, ami egyébként nyilván az ő szempontjukból egy hasznos és szükséges cél lenne, hogy növeljék a bázisukat, hogy növeljék a tortának a méretét. De ehhez képest ugyanazt a bázis szeletelik újra és újra, és tulajdonképpen most, amit láthatunk Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc között, az a marakodás a koncon. Ez a jelenség az, ami a szemünk előtt zajlik, hiszen Gyurcsány Ferenc már éppen nagyon jól haladt a saját szempontjából azzal, hogy maga alá centralizálja, hogy valóban itt az első kérdésben is elhangzott, maga alá centralizálja a baloldali bázist és a baloldali politikai szcénát is, és ebbe a képbe most egy új és váratlan fordulat az, hogy most van egy újabb baloldali liberális ajánlat, alternatíva, ami vele szemben alternatíva elsősorban, és nem a kormány oldallal szemben, hiszen a kormány oldal szavazóinak a megszólítására alkalmatlan Magyar Péternek egyrészt a stílusa, másrészt az a tartalom, amit ő politikai ajánlatként megfogalmaz, hiszen lépésről lépésre folyamatosan belerúg a jobboldaliakba, a Fideszbe, a Fidesz szavazók által kedvelt politikusokba, és a Fidesz által képviselt fontos politikákba. Tehát azt láthatjuk, hogy így nem lehet megszólítani a jobboldali szavazóbázist, és ezért is láthatjuk azt, hogy a baloldali szavazóbázis számára, illetve baloldali és liberális bázis számára sokkal inkább vállalható alternatíva Magyar Péter. Ön már tett arról említést, hogy Magyar Péter liberálisnak vallotta magát, ez a Spinoza házban történt. Igen. Más eseményeken pedig arról beszél, hogy
hogy ő konzervatív emberként létezik a világban. Egy olyan politikai formáció, amely se nem igazán jobb, se nem igazán bal, milyen strukturális kihívásokkal néz szembe? Hát alapvetően ugye az identitás... Látjuk-e egyáltalán már? Az identitás és a mondani való hiánya az komoly problémákhoz vezet, hiszen valóban, hogy a kérdésben is hallhattuk, itt egy összevisszaságot látunk. Tehát valójában megint ugyanaz a jelenség zajlik a szemünk előtt, ami néhány évente újra megismétlődik. Van egy messiás várás, van egy felkorbácsolt várakozás, egy reményipar, ahogy ezt szokták sokan használni, és akkor erre így rácsatlakozik a teljes baloldali sajtó, rácsatlakozik az ellenzéki szavazóbázisnak a kemény magja, és akkor azt gondolják, hogy ez most egy rendszerváltásnak a kezdete, és pont ezért látjuk azt, hogy amit tartalmilag látunk Magyar Péterről, től az semmi más, mint a szokásos radikális rendszerkritika, amit megszoktunk más baloldali pártoktól is, akár Gyurcsány Ferenctől is, aki szintén ezen a politikai pályán mozog, és nem látunk ezzel szemben tartalmi alternatívát. Tehát megy a miniszterelnök személyének a kritikája, megy egyes kormánytagok személyének a kritikája, megy egy ilyen korrupciózás, egy általános korrupciós vádak hangoztatása, és ezzel szemben nincsen tartalmi alternatív. Tehát ezért is lehet azt mondani, hogy ez a politikai megközelítés, amit Magyar Péternél látunk, ez semmi másra nem alkalmas, mint a radikális ellenzéki kemény magnak a megszólítására, és arra, hogy azok az ellenzéki szavazók, akik eddig mondjuk csalódtak a saját eddigi ellenzéki pártjukban, azok most át tudnak menni egy másik párthoz. Abban viszont látni azonosságot Magyar Péter és a Demokratikus Koalíció kommunikációjában, hogy magasra teszik a lécet. Magyar Péter is már többször beszélt arról, hogy a kormánynak szerinte le kell mondani a bizonyos információk nyilvánosságra hozatala után, amikor a hangfelvételt nyilvánosságra hozta, a kormány végül nem mondott le. Dobrev Klára most arról beszélt, hogy a június 9-i választás után szerinte előrehozott választásokat kell tartani. Mi adhat erre egyrészt felhatalmazást, és igazából a kérdés az, hogy mi a különbség a remény és a valódi politikai stratégia a perspektíva között, amit a választók felé tudnak nyújtani. Ugye azt láthatjuk, hogy folyamatosan megy a nagyotmondás a baloldali pártok részéről. Magyar Péter ebben a csúcstartó, tehát ő mindig egy új és új jól hangzó ígéretet, vagy számukra jól hangzó ígéretet jelenít meg, ami aztán nem valósul meg. Tehát tulajdonképpen egyébként lépésről lépésre, napról napra hitelteleníti saját magát azzal a hamis ígéretrendszerrel, amire ő rendszeresen épít, és aztán ugye nem valósul meg. Valóban a kormány lemondása sem valósult meg, egyébként olyan nagyon komoly bizonyítékokat sem láttunk tőle az állításaira, de ez mind annak a jelenségnek a része, hogy a radikális ellenzéki kemény magért megy a verseny. És a radikális ellenzéki kemény magot úgy lehet megszólítani, hogyha valaki radikálisan orbánozik, radikálisan a miniszterelnököt szídja, vagy a rendszert szídja, tehát azokat a szlogeneket puffogtatja, amiket évek óta egyébként most már több mint 10 éve hallunk, és azért nem lehet valós politikai alternatívát látni a baloldalon, mert nem látunk tőlük tartalmi ajánlatot, nem látunk tőlük a magyar érdek képviseletére vonatkozó elkötelezettséget, és nem látunk semmilyen olyan politikai tartalmat, ami arra utalna, hogy ők hogy jobban tudnának kormányozni, mint a jelenlegi kormányoldal, már pedig egy ilyen ajánlatra lenne szükség ahhoz, hogy nagyobb mértékű politikai támogatottságot nyerhessenek. Centralizálással kezdtük a beszélgetést. Ez a bizonyos együttműködés a DK-MSZP és Párbeszéd között, ez azt is jelenti, hogy az európai parlamenti listájuk 5. helyét kapta meg az MSZP, és a 7. a Párbeszéd. Elemzők szerint ez egyértelműen azt jelenti, hogy a Demokratikus Koalíció politikusai juthatnak be az európai parlamentbe. Jávor Benedek párbeszédes politikus nem is indul, visszalépett, és úgy fogalmazott, hogy nem a 7. hely miatt léptem vissza, ehhez rám egyszerűen nincs szükség, mert őt egy zöld lista vezetésére kérték föl. Mit üzen ez a sorrend? Hát azt üzeni, hogy Gyurcsány Ferenc most már ténylegesen is a nevére vette a baloldalnak a legtöbb részét, vagy legnagyobb részét. Tulajdonképpen valóban egy ilyen látványos DK listáról beszélünk, a DK listán pedig vannak más pártok politikusai is. Tehát ez már nem egy közös lista, nem egy ilyen összefogás, amit korábban láthattunk, hanem kizárólag egy Gyurcsány Ferenc vezette lista, ami megjegyzem, és ez nagyon fontos, hogy nem csak az európai parlamenti választáson lesz így, hanem például a budapesti önkormányzati választáson is. Tehát Karácsony Gergelyről most már tényleg senki nem tagadhatja le,
hogy egyértelműen Gyurcsány Ferenc jelöltje, Gyurcsány Ferenc listájának a vezetője, és ő az, aki ezt a Gyurcsány Ferenc vezette baloldalt képviseli a fővárosban, és a többi jelölt pedig más alternatívát jelenít meg. Tehát azt láthatjuk, hogy egyrésztről ez a jelenség beteljesedett, mondjuk úgy, tehát Gyurcsány Ferenc nevére vette a baloldali pártok nagyobb részét, másrésztről pedig a Párbeszéd továbbra sem indult el története során egyetlen választáson sem önállóan, annak ellenére, hogy kifejezett ígéreteket hallottunk arra, például Tordai Bencétől 2022-ben arra, hogy 2024-ben már önállóan fog elindulni az európai parlamenti választáson a Párbeszéd, ismét nem mertek elindulni önállóan, hiszen láthatják, valószínűleg arra számítanak, hogy semmilyen érdemi szavazóbázisuk nincs, esélyük sem lenne az 5%-os küszöb elérésére. Más kérdés, hogy így sem rendelkeznek komoly mandátum szerzési eséllyel, hiszen valóban a 7. hely azért azon a listán nem a legbefutóbb. Szikra Leventének köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszélhettünk.